Sziasztok, Ivet vagyok, és ez itt a Csivetka videoblog. Végre elérkezett a várva várt nap, amikor nyíltan beszélek a botox kezelésemről, nem mintha egyébként nem csináltam volna ezt már egy párszor az Instagramon. Tudom, hogy nagyon sok mindenki ellenzi ezt a botoxos témát, és amikor feltettem a kérdést nektek az Instagramon, akkor szinte nulla kérdést, vagy nulla választ vagy kérdést kaptam, mert érdekelt volna, hogy egyébként titeket mi érdekel a botoxsal kapcsolatosan, és egyetlen egy ember írt, és ő is azt mondta, hogy miért neked botox, hisz olyan szép vagy, nincsen rá szükséged, stb. És köszönöm szépen, ez nagyon kedves tőletek, és értem, hogy sok mindenki nem tudja megérteni, de nagyon sok mindenkinek nem kell tükörbe néznie minden nap, és lehet, hogy egy kicsit hiú is vagyok, ez majdnem biztos, lehet, hogy egy kicsit maximalista is, főleg, hogyha amúgy úgy általánosságban az igényességemről van szó, és nálam az igényesség ott kezdődik, hogy minden pöpecül néz ki, és minden pöpecül el van látva, ezért is ápolom a hajamat, a fogamat, a testemet, a bőrömet, meg mindent 120%-osan. Ahogy megismertem Ildit, Ildi felhívta a figyelmemet azokra a dolgokra, amiket eddig nagyon-nagyon rosszul csináltam, amik egyébként lehet, hogy már hatással vannak az öregedésemre, és ekkor kezdtem el gondolkodni rajta úgy igazán, hogy valószínűleg nekem szükségem lenne botoxra. Összesen kettő dolog volt, amivel nem értettetek egyet, és a második dolog az inkább csak így az ismerősi körből jött velem folyamatosan szembe, az az, hogy úristen, nem félsz attól, hogy a botox valami kárt okoz benned, mert hogy van egy olyan hiedelem mindenkinek, főleg a YouTube nézőknek a körében, hogy a botox az egy mérgező anyag. Először is elmesélem nektek, hogy hogyan jutottam el odáig, hogy nekem erre szükségem van. Másodszor pedig meg fogom nektek magyarázni azokat a dolgokat, amik annyira érdekeltek titeket, mindösszesen kettő van, és kezdjünk is bele, hogyha érdekel, akkor hallgassátok a videómat. Találkoztam Ildivel, és akkor csináltuk meg közösen az első bőrápolós videómat, itt ezt meg is tekinthetitek. Akkor kezdtem el komolyabban foglalkozni a bőrömmel, és ez pontosan azzal párhuzamosan történt, amikor az Emirates munkám során nagyon sokszor mentem utazni, és legtöbbször olyan egzotikus helyekre, ahol általában nagyon-nagyon erős volt a nap. Hogyha nem is trópusokra mentem, hanem mondjuk Dél-Afrikába, az még durvább, mert tavasszal is nagyon durván meg lehet égni, hogyha nem figyelsz oda, és sose kentem magam fényvédővel. Nekem kettes típusú a bőröm, az azt jelenti, hogy a legeslegvilágosabbnál egyes sötétebb árnyalat, és ez valójában a lehető legjobb, én úgy érzem, mert mármint, hogy a világos bőrűek között, mert nincsen olyan nagy rizikója annak, hogy leégsz. Tehát én korábban mindig úgy napoztam, hogy soha nem kentem magamra semmit, mert tudtam, hogy ha naptejet kenek magamra, akkor nem barnulok rá, ha pedig nem kenek magamra semmit, akkor legjobb esetekben, vagy így az esetek 80%-ában nem égek le, vagy csak egy pici pirosodás, viszont utána nagyon szépen bebarnulok, és nagyon jól mutat a sötét arca, a rikító szemekhez, meg fogakhoz, és egy kicsit úgy éreztem magam olyankor, mint a Bounty reklám, és úgy gondoltam, hogy ez milyen szexi, és általában nyaranta, főleg fiatalabb koromban mindig erre pályáztam, és voltak egyébként olyan lebarnulásaim, amikor én is meglepődtem magam, hogy a bőröm erre képes. A bőröregedését legnagyobb százalékban a napozás felel, és aki ezt megvétózza, annak azt üzenem, hogy találkozunk 20 év múlva, és nézzük meg, hogy ki néz ki jobban, és akkor már sajnos úgy lesz igazam, hogy sajnos nem tudtok változtatni rajta, de lehet velem vitatkozni. Én nem szállok az ilyenekkel vitába, mindenkinek a saját döntése, hogy mit csinál magával, és hogyha valaki nagyon sűrűn jár szoriban, meg szeret napozni, meg szereti a májfoltokat, meg szereti a szottyad bőrt és a hatalmas nagy karikákat a szeme alatt, ami terem a ráncokkal, még alig 30 évesen, akkor csinálja, mert biztosan nagyon jól csinálja. Én ezzel szemben 40 évesen is így szeretnék kinézni, és fogok is így kinézni, és ez most nagyon fellengzősen hangzik, de higgyétek el, hogy meg fogom csinálni, és ez az elsődleges célom, és nem úgy fogom megcsinálni, hogy el fogom magammal botoxoltatni, mert szerencsés vagyok, mert jó géneket örököltem, szerintem a családban mindenki eléggé lassan öregszik, meg szépen. Szerintem anyukám is nagyon szép, meg keresztapám is nagyon szép. Apukám oldaláról elég egyébként nem öregednek valami szépen az emberek, de szerintem ilyen esetekben az anyukám génjeit örököltem, főleg, hogyha az alcbőrömről van szó, mert tényleg nagyon szerencsés voltam, és ezt több videóban elmondom, hogy
Nem foglalkoztam semmit a bőrömmel, tehát se egy tonikot nem használtam, se egy aztisztítást nem iktattam be esténként. És a hidratálók közül is volt, hogy az 500 forintos hidratálót kentem, aminek neve nincsen, csak azt találtam a Müllerben, és az milyen jó, és nem feszült tőle a bőröm, és az nekem tökéletes volt, és ennyit csináltam egész 7-8 évig az életem során. Aztán az utóbbi 1-2 évben kezdtem el komolyabban foglalkozni ezzel, és még időben. Ha 27-8 évig nem csinálsz semmit a bőröddel, akkor gondolhatod, hogy valószínűleg több kárt csináltál, mint hasznot az állandó napozással, a fényvédő nem használásával és a nem megfelelő hidratálással, mert alapjáraton nagyon száraz a bőröm. Tehát szerintem a száraz bőr hamarabb megtörik, sokkal hamarabb hajlamos kiszarusodni, és ezáltal, ha még rá is napozol, akkor kicsit ilyen rinocéros bőröd lesz, mint amit vidéken a legtöbb férfinál tapasztalunk a 40-50 éves korosztályban, aki nem érdekli, hogy már olyan piros, mint a rák, akkor sem fog magára napfényvédőt kenni, meg hidratálókrémet sem, és ekkora a bőre már lassan, meg eldeformálódik tőle az arca, vagy lehámlik, szóval nagyon durva dolgokat tudnak csinálni az emberek, főleg vidéken. Mellé még rájön ugye a rossz napozás hozzá, hogy száraz bőröm van, stb. És nagyon erős a mimikám. Szóval néha visszanézem a régi videóimat, még a botox előtt, és olyan acmimikáim voltak, amiket most is egyébként nagyon királyú tudok prezentálni, csak akkor így meghúzódott a homlokom nagyon keményen, és amikor sminkeltem, egyébként ott vagy tükör, és most azért nézem, hogy szóval prezentálom nektek, amikor sminkeltem, akkor mindig így felhúztam a homlokom, amit már nem csinálok, és nem is fogok csinálni, szóval meg sem tudom mutatni nektek, és nem is akarom. Szóval így gondolhatjátok, tehát láttátok a sminkelős videóimban, hogy hogy sminkeltem, és az is nagyon durva volt, mert mire végeztem a sminkel, hiába a végére kentem fel az alapozót a megtört parázdákba ugyanúgy megült, és akármilyen alapozót használtam, nem sikerült normálisan eltüntetnem ezeket a dolgokat is. Egyszer elmentem a Glamour gálára, és szembe jött velem Lilu, és ugye láttam közelről, aminek tévé, amikor nincsen körülötted 600 fény, és ráadásul még a fények is szarok voltak, és Lilu valami 40 körül éves lehet, és akkor tudatosult bennem, hogy bazd meg, a 40 évesek sokkal jobban néznek ki, aki ad magára, vagy aki foglalkozik vele, mint én. És lehet, hogy egyébként Lilu is botoxoltat, de én ezt egyáltalán nem ítélem el, és hogyha rásegít az ember ilyenekre, hát Istenem, úgyse tudjuk kikerülni azt, hogy egyszer úgy nézünk ki, mint egy szottyat vénasszony, de ki tudjuk tolni. És itt most az a lényege, hogy 40 évesen még nem szeretnék 60 éves lenni. Mikor megláttam, hogy Lilu mennyivel jobban néz ki, mint én, akkor teljesen elszomorodtam, és már amúgy is régóta gondolkodtam rajtam, meg amikor a plasztikás interjút csináltam a Budapest Plasztikai Intézetben az egyik plasztikai sebész, amit ide be is linkelek nektek, akkor szintén megkérdeztem tőle, hogy egyébként doktor úr javasolna nekem valamit, vagy hogy tehát hogy hozzájárulna ahhoz mondjuk, hogy feltöltsem a számat, vagy bármi, és egyszerűen annyira tiltakozott mindentől, nyilván nem akartam, de tiltakozott mindentől. Az egyetlen dolog, amire azt mondta, hogy esetleg beleférhet, az a botox. Mert kérdeztem tőle, hogy mit szólna, hogyha a homlokomba egy kis botoxot tehetnék, és azt mondta, hogy a botoxal igazából nem ártok magamnak, az egy felszívódó anyag, és lelassítja az öregedést, szóval, hogyha ez engem esztétikailag zavar, hogy itt van egy minimális ráncosodás a homlokomon, amit egyébként sokan nem is láttak, volt, amikor kevésbé látszott, volt, amikor jobban látszott, akkor nyugodtan csinálja, mert az az egyetlen egy dolog, amire azt mondja még szakmai szemmel is, hogy rendben. Adódott egy másik lehetőség a Budapest Plasztikai Intézettel való együttműködésem során, amikor egyik műsorhoz kellett egy alany, és akkor kérdezték meg tőlem, hogy mit szólnék hozzá, hogy kipróbálhatnám a botoxot, és akkor cserébe elmennék és szerepelnék a műsorba. Mondtam nekik, hogy úristen, ez a lehető legjobb lehetőség, ami adódhatott, mert amúgy szeretném kipróbálni, és ugye a botox kezelés ez nem egy olcsóbb kozmetikai kezelés, de sokkal hatékonyabb is. Tehát az orvos esztétika lehet, hogy egy kicsivel drágább, mint amit az átlagember meg tud engedni magának, amikor mondjuk az, aki kozmetikushoz jár és próbál mindenféle technikát kipróbálni pár ezer forintért, annak lehet, hogy drága az orvos esztétikai kezelés, viszont hosszú távon rohadtul megéri. És ezt már mondtam nektek a szőrtelenítős videómban is, meg most is mondom nektek, hogy lehet, hogy drágább ez a kettő kezelés is, meg egy csomó más kezelés van még ezen kívül, de megéri az árát. Ha mondjuk elosztjuk, hogy 6 hónapra elég
az a kezelés, és még egyébként visszasem megy abba az állapotba a bőröd teljesen, mint amiben volt, akkor mondjuk, nem tudom, 20 000 forintot kifizetsz havonta, amúgy egyébként is elköltesz 20 000 forintot a kozmetikusra, és hogyha elmész mondjuk a kozmetikusnál egy arckezelés, meg vannak ilyen technikák, amivel próbálják kisimítani a ráncokat, az összesen ilyen, nem tudom, 15-20 000 forint, úgyhogy szerintem, ha rászállnod magad a botox kezelésre, és végig gondolod, hogy azt a pénzt, amit a kozmetikusra elkölteni havi szinten, azt beleinvestálod egy botox kezelésre, akkor már körülbelül ugyanott tartasz. Egyébként nem is mindegy, hogy attól függ, hogy mennyibe kerül, hogy mennyikora dózisra van szükséged. Na akkor térjünk rá a lényegre, mert most már elmondtam, hogy jutottam el idáig, és most elmondom azt, amit megtanultam erről az egész botoxos mizériáról. Van nálam az ambuláns lapom, amit kaptam a Plasztikai Intézettől. Egyébként ez egy olyan általuk szponzorált videó, amikor nem fizettek azért, hogy ezt megcsináljam, hanem kaptam egy kezelést, amiről elmondtam nekik, hogy szívesen beszélek a videóimban, mert tudom, hogy titeket is érdekelne. Ugye rendesen elláttak mindenféle szinten, először is volt egy konzultáció, és Sobor doktor csinálta, aztán 3 vagy 4 plasztikai sebész van náluk, nem vagyok benne biztos, és Sobor doktor volt az, aki csinálta nekem a botoxot, és volt egy konzultáció, egyébként mindegyik orvos nagyon szimpatikus nekem, akikkel eddig beszéltem, és ő is ilyen, az az abszolút férfi, aki a lényeget elmondja, és semmi többet. És egyébként meg kedves, meg nagyon udvarias, és ezt nagyon szeretem, amikor a lényegről beszélünk, és nem beszélünk mellé, főleg az ilyen dolgokban, és minden egyes kérdésemre válaszolt, meg minden egyes gondomra adott egy ilyen megnyugtató választ. Az egyik dolog, ami nagyon megijesztett, az a konzultációnál, amikor így arcon csapott, hogy elmondta, hogy minimális eltérés lehet a szemöldököm állásánál, tehát hogy lehet, hogy egy pár millimétert így felhúzom a szemöldökömet, és így teljesen lesokkolódtam, mondván, hogy az én arcomat sehová nem mozdíthatjuk, mert az én arcom így tökéletes, szóval én teljesen meg vagyok elégedve magammal, nekem nem kell semmi, a testem semmilyen pontjára nem szorul rá semmilyen átalakítás, én csak ezeket a barázdákat szeretném eltüntetni, mert engem zavar, hogyha rákenem az alapozót, akkor mindig megáll benne, és még csak 30 éves sem vagyok, és szeretném ezt többé nem látni a homlokomon. Nos, akkor mondta azt, hogy lehet, hogy ad nekem egy kicsivel kevesebb dózist, és akkor meglátjuk, hogy hogy alakul, és akkor maximum után töltjük, tehát, hogy amikor beállt a botox, akkor visszamehetek, és megmondhatom, hogy kérek még, hogyha maga az eredmény nekem annyira nem tetszik. Na most ez nem volt így, mert ezáltal egy ilyen, azt írják, hogy 150 ene Dysport botox injekciós kezelés történt a homlok és a szem körüli ráncok területére. Tehát ez a 150-es és az űrmértéknek a megfelelő nevét nem tudom, ez az a dózis, ami nekem kiváló, és én azt gondoltam, hogy ide is botoxolnak, tehát a szem alá, amikor így, tudjátok, a nevető ráncok miatt elkezdenek először csak így előjönni ezek a kis megtört kis ráncok, ami lényegében a szemizom által, ez tök normális, tehát ez nem öregedés, hanem ez így tök normális, valakinek fiatal korában is már így van. És akkor elkezdenek itt lefelé menni a ráncok, amikor már úgy vigyorog valaki, hogy innentől kezd felfelé menni az a megtört bőr. És azt gondoltam, hogy ide is azt adnak, és felvilágosítottak, hogy ez egy tévhit, mert botoxot csak erre a területre kaphat az ember. Illetve itt ezen a területen, vagy például a nevető ráncba, és itt hialuronsavat szoktak. És a hialuronsavas kezelés sem feltétlenül passzolhat mindenkinek, mert azok, akik egyébként táskás ilyen puffadásra hajlamosak, azoknak nem biztos, hogy működik a hialuronsav. Hogy erre az esetre mit javasolnának, azt viszont nem tudom. Hála Istennek, nekem nem táskás a szemem, szóval a későbbiekben, hogyha esetleg szeretnék hialuronsavat a szemem alá, ami nem indokolt jelen esetben, és ezt az orvos is mondta, hogy nincs rá szükségem, akkor majd fogok menni hialuronos feltöltésre, de egyelőre nincs rá szükség. Szóval azt az orvos is megmondta, hogy igen, ide lehet, meg a glabellán a mérges izmok az szintén látszottak, és a nevető, hát ugye nekem nagyon erős a mimikám, egyébként is sokat nevetek, szóval itt, amikor vigyorogtam, akkor már idáig kijött az a csík, és
az az egyetlen egy dolog, ami egyébként úgy hiányzik, és lehet, hogy legközelebb már nem kérnék ide semmennyit, vagy csak nagyon keveset, mert az valahogy jobban én voltam, viszont a homlokom az annyira szép lett, hogy úristen, imádom, 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 és a mai napig imádom, és mivel ezt mondta az orvos is, hogy a botox az egy természetes baktérium, amit egyébként a szervezet is termel, csak ugye az öregedés által egyre kevesebbet. És ezt spriccolják bele nagyobb dózisba így az izmok mellé, és ez tölti fel azokat a ráncokat. És ahogy elkezd felfelé szívódni, az ugye, hogy folyamatosan elkezd tünetezni, ugyanúgy jobban tud kibontakozni az izom a homlokodon is. Tehát amikor így felhúzod a homlokodat, vagy amikor kacsintasz, én egyébként nem tudtam kacsintani a botox kezelésem után, vagy 2 hétig. És tehát, hogy minden beáll, egyébként nagyon durva, mert tényleg olyan, mintha így kihúznák a bőrödet, és egyébként tudsz mindent csinálni, mert pont ez a lényege, ezt nagyon eltalálta a doki, hogy mindent tudok normálisan csinálni, meg ez a Dysport botox féle, vagy nem tudom, brand, ez állítólag a legeslegjobb. És tehát, hogy lényeg, hogy egyébként, hogyha túlságosan belnéznék a dózist és egy kicsivel többet kapnál, akkor nem tudnál mozgatni az arcodat, mint Victoria Beckham, és ő nagyon durva szerintem. És pont, tehát, hogy nagyon szép lett az én végeredményem, és tökéletesen tudok vele mindent mozgatni. Ahogy beáll a botox, nem tudja az izom úgy mozgatni azt a területet, így nem tudod összeráncolni lényegében. És az agy okos, ezt így mondta az orvos, hogy az agy nem buta. Nem fog onnantól kezdve, tehát egy idő után le fog állni arról, hogy ingereket küldjön az adott területekre, tehát egy idő után az agy is leszokik arról, hogy azokat a bizonyos területeket olyan erőteljesen mozgast. És hogyha valaki például egy időszakban itt ráncolta nagyon a homlokát és kapott botox kezelést, akkor észrevehető, hogyha ide például nem kapott, mert akkor nem volt indokolt, akkor ezeket a részeket kezdi el jobban használni, mint a középsőt, és utána pedig már ide is, meg ide is kell a botox, mert akkor meg itt törnek meg nagyon durván a ráncok, szóval én nagyon örülök neki, hogy végül is nekem az egész homlokom le lett kezelve, és nincs az, hogy most egyik területen itt csinálok valamit, meg ott csinálok valamit, hanem így átlagban, tehát így overall minden van kezelve. Miért van erre szükségem? Megmutatok nektek egy képet arról a glamouros eseményről, amit csináltam, ez egy szerkesztetlen kép, és egyébként kurva jól sikerült, de azért nem raktam ki, mert nagyon durván le kellett volna retusálnom a fejemet, ahhoz, hogy jól nézzen ki, vagy hogy nekem tetszen, és úgy gondoltam, hogy ezt nem fogom kirakni, mert ez már hatalmas nagy hazugság. De akkor volt ez a Lilus találkozóm is, úgyhogy mondtam, hogy alright, akkor nekem most már tényleg botoxra van szükségem. A múltkor is sminkes videóm, ez így néz ki. Ez a nyers kép, és látszik, hogy nincsen semmilyen ráncom, és nekem ez volt az álmom. Régebben nem figyeltem rá, hogy mennyire ráncoltam a homlokomat. Nem is tűnt fel, hogyha esetleg ráncosabb volt a homlokom. Most úgy érzem magam, mintha egy 15 éves baba lennék, és nagyon élvezem. Úgyhogy nekem... Én úgy érzem, hogy indokolt volt ez a kezelés, és teljesen meg vagyok elégedve vele. És az, hogy mérgező a botox, az meg egy hatalmas nagy bullshit. Tudom, hogy van videó a neten, akik arról beszélnek, hogy a botox mennyire mérgező, én erre csak annyit tudok mondani, hogy először is nézzétek meg, hogy az illető személy mennyire hiteles abban, amit mond, és szerintem, hogyha én mondanám azt ezzel a külsővel, ahol semmilyen beavatkozásom nem volt semmilyen szinten, akkor lehet, hogy tőlem egy kicsivel hitelesebb lenne, miközben ránézünk arra az illetőre, és látjuk, hogy nem teljesen természetes szépség, és akkor elkezdesz gondolkodni rajta, hogy vajon most ez csak valami clickbaites reklámfogás, vagy ezt most komolyan elhiszi ő is, hogy mi elhisszük. És egyébként nagyon sok mindenki elhitte, mert nekem is linkeltetek ilyen videót, és néztem, hogy most nem lehettek ennyire buták, hogy ez most komoly, ne haragudjatok, de ez az a videó, hogy azt a bullshit, én végig sem néztem, bocsánat, de nem is akartam már, amikor megláttam a videó címét, már akkor azt mondtam, hogy hát ez de nem, köszönöm, nem. Tudni kell egyébként, hogy hát ezt így magyarázták nekem, hogyha az algoprinből beveszel egy fél zacskóval, attól is meghalsz, és hogyha ugyanennyi mennyiséget kapsz a botoxból, attól is meghalsz.
De nyilván algoporinból is csak egyet veszel be, és ez a fájdalomcsillapító, amit vény nélkül tudsz kapni a gyógyszertárban, és megvesz az ember, mindig is valaki egyébként rendszeresen használja, mert ahogy már elkezd neki fájni valami, egy nagyon picikét elkezdi szedni, mint az állat. Meg van a botox, amiből kapsz 150 enét, és semmi bajod nincsen tőle, és hosszú távon sem fog semmiféle problémát okozni nálad. És meg lehet találni azt a mennyiséget, nyilván azért vannak az orvosok, mert ők ezt jobban tudják, meg lehet találni azt a mennyiséget, ami jótékony hatással van a mondjuk esztétikailag rád, és semmilyen negatív hatással nincsen az egészségedre. Remélem, hogy tetszett a mai videó, egyébként ezt a műsort megint le fogják adni a tévében július 4-én vagy 6-án? Nem tudom, de majd beleteszem nektek a videó leírásba, hogyha szeretnétek megnézni a teljes műsort, akkor megnézhetitek még egyszer az RTL Klubon. És köszönöm szépen a mai figyelmet, hogyha van valamilyen véleményetek, akár negatív vagy pozitív, tudjátok, hogy nyitott vagyok rá, és hogyha bármilyen kérdésetek felmerül még, akkor nyugodtan írjatok nekem kommentet. Köszönöm szépen a mai figyelmet, imádlak titeket, sziasztok!